Sziasztok! A mai videóban megmutatom, hogy milyen könyvekkel gazdagodott a könyvespolcom februárban. Következzék tehát 2022 második könyvzsákmány videója. Én Böbe vagyok, ez pedig itt a Bögre Vlog. Februárban is mindenféle könyvekkel gazdagodott a könyvespolcom. Elég nagy a stóc itt mellettem. Van benne új könyv, meg régi könyv, meg olyan könyv, amit kaptam, úgyhogy nem is szaporítanám a szót, nézzük. Először is vettem három Helikon zsebkönyvet. Az egyik az nem más, mint Mixától a Tóth Atyafiak Jó Palócok című Helikon zsebkönyv, amit akciósan vásároltam, egyébként mindegyiket akciósan vásároltam, és ennek az oka az volt, hogy őszintén szóval nagyon kevés dologra emlékszem már Mixát munkái közül, úgyhogy jó lesz feleleveníteni. Aztán itt van még Dostojevskitől a játékos, amit azért tartottam nagyon érdekesnek, mert ugye Dostojevski maga is szerencsejáték függő volt, és kíváncsi voltam rá, hogy hogyan jeleníti meg regényes formában ezt a szenvedélybetegséget. Szóval a játékos került még ide tőle, illetve Hunter S. Thompson, ismét függőség, Félelem és reszketés Las Vegasban című könyvét, ebből ugye film is készült, és hát a főszereplőknek egy ilyen nagyon LSD által vezérelt utazásáról Las Vegasba. Régen láttam a filmet, kíváncsi vagyok rá, hogy hogy fog ez így megjelenni a regény lapjaim. Februárban nagyon tetszett nekem Lénárd Sándor Egy nap a láthatatlan házban című regénye, úgyhogy ezen felbuzdóva elkezdtem Lénárd köteteket gyűjtögetni. És így került hozzám ez a kettő tipotexes kötet, amiknek egyébként piszok jó ára volt az olvasókboltjában. Az egy idegen vezető Bábeltornyában, ami főleg ilyen nyelvészettel kapcsolatos írásokat tartalmaz Lénárd Sándortól, a másik pedig a Családtörténeteim, ami pedig levelezéseit foglalja magában a családjáról. Szerintem mind a kettő szuper lesz, tekintettel arra, hogy mennyire jó volt már az Egy nap a láthatatlan házban is. A 21. század kiadótól februárban sem tudtam megszabadulni. Folyamatosan ott ül a kis ördög a vállamon, hogy szeretnék még könyveket tőlük. Az első könyv, amit itt mutatni szeretnék, az a Kult 20 sorozatnak a tagja, az Angol beteg. Ugye ebben még megjelent a Cápa, illetve a Pán című könyv. Itt kultikus regényekről van szó. Kultikus regények jelennek meg ebben a sorozatban a 20. századból. Az Angol beteget szerintem a film alapján nagyon sokan ismerik. Ebben a történetben négy ember sorsát követjük végig, akik a II. Világháborút követően egy olasz villában rekednek. Mindannyian nagyon sok sérülést, ilyen vagy olyan sérülést hordoznak magukkal a II. Világháborúból. Nem hinném, hogy csalódni fogok, eddig egy bookerdias könyv sem hagyott engem cserben, úgyhogy szerintem az Angol beteg is egy jó választás volt. Megvásároltam Miranda Cooley Heller Papírpalota című könyvét, ami hát nekem úgy tűnt, hogy egy ilyen megcsalásnak a történetével foglalkozik, egy fülszöveg alapján legalábbis erre a következtetésre jutottam, és ennek hát így az egésznek egy ilyen lélektani vonulatát kíséri végig a szerző. Nagyon szép ez a kiadás, és elvileg a történet is elég feszült és érdekes. Kíváncsi leszek rá nagyon. 21. század kiadós könyv a Melmoth-Sara Perry-től, szokásos 21. század kiadós különnel, ugye ő írta még az Essexi kígyót is. Mind a kettő történelmi témával is foglalkozik, hogy történelmi időbe repít bennünket vissza, inkább ez a megfelelő kifejezés. A regény főszereplője egy furcsa kézirathoz jut, ami egy nagyon érdekes és sötét alakról mesél, Melmothról, aki elvileg választás elé kényszeríti az embert, hogy vagy együtt él a bűnével, vagy pedig azonnal megsemmisül. És hát a főszereplő is egyébként elkövetett valamilyen bűnt a múltjában. Hogy mi lehet ez, azt nem tudom, viszont valószínűleg a regényből ki fog derülni. Egy ilyen elég sötét tónusú kis történetnek tűnik a fülszöveg alapján. Izgalmas lesz szerintem. Használt könyvek, illetve, hogy pontos legyek, olyan használt könyv, amit én vettem, ebből egy darab volt, ez pedig nem volt más, mint Gerald Darrellnek a Fogjál nekem Kolóbuszt című könyve.
ami egy expedíciónak a történetét írja le, amin Gerald Darrell részt vett. Ez az expedíció pedig Nyugat-Afrikában játszódik, vagy történt meg, és hát ott egy Kolobusz nevezetű majomfajt szeretnének befogni, de hát mindenféle egyéb állatokról is szó esik majd a könyvben. Gyűjtögetem a Gerald Darrell könyveket, ezeket részben magam miatt, részben pedig a gyermekem miatt teszem. Nagyon szép kiadás egyébként ahhoz képest, hogy elvileg használtam, vettem is 2015-ös, vagy mi az 2005-ös Európa kiadós verzió, szokásos Réber László féle illusztrációkkal, úgyhogy szerintem annyira Gerald Darrell nem lehet mellé nyúlni. Megint kaptam egy köteg könyvet az anyósomtól, hát hogy mik ezek. Az egyik, hát ez ilyen vicces sztori, Závada Páltól a hajó a ködben, nem a regény története vicces, mert az elég tragikus, hanem az, hogy hogyan került hozzám ez a könyv, ugyanis ezt a könyvet én vettem az anyósomnak karácsonyra, aki aztán rájött, hogy ő már olvasta ezt a regényt, úgyhogy visszakerült hozzám az én polcomra. A Weiss Manfred művek örököseinek a története 40-es években játszódik a regény, és nagyon nagy a feszültség, ugye politikai okokból kifolyólag is ebben az időszakban a szereplők zsidó származásúak, ebből is ugye problémák adódnak. Elég sötét, tónusú és komor hangulatú regény, de én szeretem az ilyesmit. Úgyhogy jó helye lesz nálam ennek a könyvnek, az egészen biztos. És kaptam 3 Eszterházy Péterhez kötődő könyvet. Az egyik az a Daisy Eszterházy Pétertől. Ebben a formában elég sokáig nem volt elérhető ez az alkotás. Egyébként a Kiszavatol a Lady Biztonságáért című művével van így párban. Ez egy libretto, tehát egy operához írt szövegkönyv elvileg. Gyakorlatilag Eszterházytól megszokottan nem a szokásos formát fogjuk majd kapni, gondolom is sem. Összemosódik a nézőtér és a színpad és a színészek és a személyek és minden ebben a rövidke alkotásban. Tehát itt van még akkor Eszterházy első 2 kötetét magába foglaló könyv, a Fancsikó és Pinta és a Pápai vizeken nekalózkodj. A Pápai vizeken nekalózkodj az inkább egy novella gyűjtemény. Néha már meg sem nézem, hogy mire szólnak ezek a könyvek, mert egészen biztos vagyok benne, hogy a fülszöveg alapján nem tudnék következtetéseket levonni arról, hogy mit fogok találni egy posztmodern író regényében, úgyhogy erre majd így ráhagyom magam, és csak hagyom, hogy sodródjak Eszterházyval együtt. És végül, de nem utolsó sorban, az Eszterházyval kapcsolatos listában itt van a Eszterházy Kalauz nevű könyv, ami nem egy Eszterházy által írt kötet, hanem egy Marianna D. Birnbaum beszélgetés Eszterházyval, aki hát az írónak a mégis szakértője, vagy nem is tudom, minek nevezhetem őt, és a művein keresztül próbálja meg megismertetni az olvasóval Eszterházy Pétert. Szerintem ahhoz, hogy megismerjük mondjuk egy írónak az életművét, jó, hogyha ilyen kötetek is a polcunkon vannak, és esetleg elolvassuk őket, hogyha már ugye több kötetüket megismertük, elolvastuk. Végül, de nem utolsó sorban 2 idegen nyelvű könyv is a polcomra került. Hát az egyik az szerintem nem nagyon igényel magyarázatot. A kedves trilógia első része angolul, ugye ez a Beloved, Toni Morrisontól. Mindenképpen szerettem volna belőle egy példány még angolul is. Hát ez most így sikerült. Ugye a Massolit könyvesboltban vettem meg ezeket. Kiváló állapotban van egyébként a könyv. Nem tudom, hogy maga ez a könyv használt, de szerintem ez egyébként újként került oda, maximum valamilyen outletből. Olvastam már a művet, de ez tényleg olyan, amit elő akarok venni később is, és akár eredeti nyelven. Valószínűleg izgalmasabb egyébként bizonyos szempontból, hogyha angolul olvasom. Mert így is remek volt. És a másik pedig, hogy gyakoroljak is, és hát ezt a szerzőt is már ismerem, ezt a könyvét viszont nem. Kellett Hosseinitől a The Kite Runner, ez a Papírsárkányok című könyve Hosseininek, és 2 fiú történetét meséli el.
Hosszainitől olvastam az 1000 tündöklő nap című könyvet még a nyáron, és nagyon tetszett a stílusa, nagyon könnyen haladtam vele. Úgyhogy az elsődleges cél az az volt, hogy olyan történetet válasszak angol nyelven, amivel könnyen tudok majd haladni, mert a szöveg stílusa lehetővé teszi, másrészt pedig a történet is lesz annyira lebilincselő, hogy magával sodorjon, és ezáltal ugye egy kicsit szintre hozzam, visszahozzam az angol tudásomat. Úgyhogy Kelet Hosszaintól így került a The Kite Runner a polcomra. Ezek voltak tehát az új könyvek a polcomon februárban, és hát majd valószínűleg lesz néhány könyv márciusban is. Örülök, hogy velem tartottatok, remélem tetszett a videó. Sziasztok!